Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Gulyás Anita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Több zsák szemetet szedtek össze, fiatalok csatlakoztak a Teszed akcióhoz Szekszárdon. Közel 50 mintát kóstoltak végig, idén is megtartotta a hagyományos borversenyét a Szekszárd újvárosi Római Katolikus Társaskör. Népviselet napja, tánc, zene, élő hagyományok, kismányokon. Szenior örömtánc Tolna, Baranya, Fejér vármegyék csoportjai együtt táncoltak Tamásiban. Több zsák szemetet szedtek össze a Matthias Corvinus Kollégium szekszárdi képzőközpontjába járó diákok. A fiatalok a Teszed nevű országos környezetszépítő akcióhoz csatlakoztak. De abba az irányba, a másik pedig abba az irányba. Itt a Zebránál, itt a Hunyadi utcánál lefele. Gyors eligazítás követte a kesztyűk és a zsákok átvételét, majd két csapatra osztva már indult is a Matthias Corvinus Kollégium Teszed akciója. A fiatalok szüleik és oktatóik a helyi Hunyadi utcai képzőközpont környékét tisztították meg az országos programsorozathoz csatlakozva. Hát eddig nagyon sok mindent találtunk, jól haladunk, egy negyed zsákkal már összeszedtünk mindenből, van zsákolt ruhánk is, van zsákba ruhánk, ilyen kis zsákba összeszedtünk, van ilyen sprés dobozunk, mindenféle tűzijátékot is találtunk már, és rengeteg a szemét, ennyit, ezt el tudom volna mondani, hogy rengeteg a szemét itt. A környezetszépítő kezdeményezéshez most közel 40-en csatlakoztak. A résztvevő gyerekek mindannyian a Matthias Corvinus Kollégium szekszárdi képzőközpontjába járnak. Ugye az MCC szerencsére bekapcsolt ebbe az országos szervezetbe, és hát szeretnék én is szeretet szedni, és így jótékonykodni a föld iránt. Az MCC szinte valamennyi képzési központja csatlakozott idén a Teszed akcióhoz. Itt Szekszárdon a fiatal tehetségprogramot megelőzően a diákok vállalták be azt, hogy a Hunyadi utca keleti, illetve nyugati része felől elindulva egy kisebb kört megyünk, és itt a környezetet megtisztítjük az oda nem illő szeméttől. Az MCC szekszárdi képzőközpontjában már a kezdetek óta nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a környezetüket szebbé tegyék. Két évvel ezelőtt éppen ezért költöztek be az akkor még lelakott Hunyadi utcai ingatlanjukba, amit aztán felújítottak. A szekszárdiak számára ismert volt az ingatlannak a környezete. Szemetes volt, koszos volt, hajléktalanok tanyáztak a környékén. Ezt a mai napra, illetve mostani időszakra sikerült már úgy gondolom, hogy elég méltó módon rendbe tenni. A szemétszedés végén a szervezők üdítővel és péksüteménnyel várták a programon résztvevőket. Második évadját kezdte idén a Dombováriak a nagyvilágban elnevezésű előadás sorozat. Az érdeklődők hallhattak már Zanzibáról, Ecuadorról, Algériáról és az Azori-szigetekről is személyes történeteket. Áprilisban Kurdi Krisztina két a mai Ukrajna területén lévő városról, Lembergről és Csernovicról beszélt. Magyarország csak akkor boldogul, ha mindenki dolgozik és jól dolgozik, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a 16. Szakmasztár Fesztivál megnyitóján mondott beszédében. A kormányfő kiemelte, van néhány tulajdonsága, ami közös kell, hogy legyen a diákokban, az oktatókban és a miniszterelnökökben. Szerinte az egyik ilyen a kíváncsiság, a másik a kreativitás, a probléma megoldás és a harmadik a kitartás. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a negyedik fontos képesség az együttműködés, mert család, munkatársak nélkül nem lehet nagyot alkotni. Mint hangsúlyozta, ez a siker kulcsa. Csak a helyben élők igényeinek figyelembevételével történhet a turizmus fejlesztése, hangsúlyozta a terület fejlesztésért felelős miniszterelnökségi parlamenti államtitkár. Latorcai Csaba kiemelte, a kormány elismeri a termelők erőfeszítéseit 75 milliárd forintos támogatást nyújtva a munkájukhoz. A következő 7 évben 4400 milliárd forint uniós forrás jut vidékfejlesztésre, tette hozzá. Közel 500 mintát adtak le a Szekszárd újvárosi Római Katolikus Társaskör idei borversenyére a helyi gazdák. A mustrának komoly hagyománya van, és a szervezők minden esztendőben arra törekednek, hogy tanácsokkal is segítsék a résztvevőket.
A Szekszár Újvárosi Római Katolikus Társaskör és a Német Nemzetiségi Egyesület közös szervezésében rendeztek borversenyt a Szent István házban. Az eseményre 47 mintával jelentkeztek a kistermelők. 1-es porkoláb kadarka 2020-as. Módos Ernő borász is a zsűri tagjaként vett részt a megmérettetésen. Ő azt mondja, évről évre egyre jobb nedűkkel érkeznek a helyi kisborászok. Van egy leírt szempontrendszer, ahol a szín, tisztaság, illat, az illatnak is az intenzitása és a fajtára jellemzése, és a legfontosabb az úgynevezett özbenyomás, amely a bort lenyelve, órunkon kifújva milyen képet alakít ki az emberről. Természetesen itt keressük a fajtára jellemzőséget, azt, hogy egy száraz vagy édesborról van szó. Zweiger 2020-as évjárat. Gyurkovics János, Szekszárdváros alpolgármestere, aki egyben az Újvárosi Társaskör világi elnöke is, arról beszélt stábunknak, hogy ez a borverseny kifejezetten a kistermelőknek szól, akiket igyekeznek jó tanácsokkal is ellátni. Ugye a kistermelők nagyon-nagyon szerények, és nem szerettek mutatkozni, de most már talán megfordult a trend, és elég sok kistermelő bora érkezik. Mi a nagy vállalkozásokkal nem foglalkozunk, a nagy vállalkozások ezen a borversenyen nem vesznek részt. Ez a kistermelőknek és az egyesület és a társaskörű tagok részére van, és a barát és az ismerősei társaságának. A 47 mintából 4 fehér, 4 rozé és 5 vörös bor kapott aranyminősítést, továbbá számos ezüst és bronz minősítést, valamint okleveleket is kiosztottak az eredmény hirdetésekor. Beköszöntött a tavasz, ami azt is jelenti, hogy itt a kullancsveszély. Az enyhetél következményeként idén is a vérszívók inváziójára lehet számítani aktivitásukhoz, amely a tavaszi hónapokban a leginkább jellemző, néhány napos enyhülés már elegendő. A kullancs meleg és párakedvelő, várható, hogy az elkövetkezendő időszakban megjelennek az erdős, füves, ligetes területeken, illetve a városi környezetben is játszótereken, kiskertekben, kutyafuttatókon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója szerint hazánkban a kullancs csíp és vírusos agyvelőgyulladáshoz, illetve Lyme-kórhoz vezethet. A vírusos agyvelőgyulladás védőoltással megelőzhető, a Lyme-kór ellen viszont nincs ellenanyag. Baranyában egyébként a bejelentett Lyme-kóros esetek számában évek óta nincs jelentős változás. A 2022. évre vonatkozóan 22 ilyen esetet tartanak nyilván. Hamarosan kezdődik a madárfiókák tömeges fészek elhagyási szezonja, ilyenkor lehet találkozni magányosnak tűnő fiatal állatokkal a településeken is. Ezek túlnyomó többsége azonban nem árva, nem szorul megmentésre, a legnagyobb segítség számukra az, ha nem visszük haza őket. Olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hétfői közleményében. A tájékoztatás szerint a kis és közepes testű madárfajokra általánosan jellemző, hogy fiókáik a teljes röpképesség elérése előtt elhagyják a fészket, és a környék sűrű aljnövényzetében bujkálva hívják magukhoz etető szüleiket. A látszat ellenére azonban ezek a fiatal állatok nem árvák, ezért szükségtelen, sőt, a madarak számára kifejezetten káros, ha hazavisszük őket. Mi ugyanis nem tudjuk megtanítani a fiókákat a túlélésükhöz nélkülözhetetlen viselkedési formákra, ráadásul a szülők által hordottnál sokkal gyengébb minőségű élelemmel táplálva a fiatalokat, maradandó egészségkárosodást is okozhatunk nekik, hívta fel a figyelmet az MME. Kismányok idén is csatlakozott a 2015-ben életre hívott kezdeményezéshez, a Népviselet napjához. Hagyományápoló csoportok közreműködésével a Magyarországon élő nemzetségek viseleteit, zenéit, táncait láthatták a településre látogatók. Hétvégén megnyílt a kismányoki tündérkert kézműves vásár, amelyet a környéken élő népcsoportok bemutatóival kötöttek össze a szervezők. Ezzel a rendezvénnyel csatlakoztunk a Népviseletek napjának országos felhívásához, amit tavaly évben már első alkalommal megrendeztünk. Ezen a napon lehetőséget adunk annak a
rengeteg magyar gyönyörű népviseletnek a bemutatására. A délután folyamán többek között a sárközi, felvidéki, mezőségi, bukovinai és siolgárdi viseleteket láthatták, és egy-egy előadásnak köszönhetően a népcsoportok hagyományait is megismerhették az érdeklődők. A moldvai csángó viselet különleges darabjáról, a keptáról, amelyet a fiatal emberek szüleiktől, keresztszüleiktől kaptak a lakodalom előtt, mindent elárult viselője. És amikor ezt megkapják, akkor csak nagyon kevés hímzés van benne elől, meg az ujjai, és utána, amikor ezek a hímzések úgy kerülnek bele, amikor megházasodik a fiatal ember, akkor elviszik a kozsokárhoz, aki ezt varta annak idején, és belehímezik képírással, hogy megházasodott. Aztán megszületik az első gyermek, azt is belehímzik. És akkor meghalt a nagymama. Tehát a nagyobb családi eseményeket mind belehímzik képírással. A másodízben megszervezett délután lehetőséget adott a Magyarországon élő népcsoportok viseletének hagyományainak megismerésére. A köznevelést és a pedagógusok új életpályáját támogató törvénytervezetekről másfél hónapja tart a szakmai egyeztetés az érdekképviseletekkel, a szakmai szervezetekkel, a Nemzeti Pedagógus Karral és az Országos Köznevelési Tanáccsal. A pedagógusok pedig további béremelésére és egyszerűsített előmenetelre számíthatnak, közölte a Belügyminisztérium. Mint emlékeztettek, a tárca célja, hogy a pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsülését emelje, a kormány ezért januártól 10%-os pedagógus béremelést tudott megelőlegezni. Az idei béremelés mértéke januárig visszamenőleg legalább 21%-os lesz, ezt követően 2021-hez képest 2024-ben 25%, 2025-ben pedig 29-30% lehet a béremelés mértéke. Írták hozzátéve, hogy a kormány vállalása, hogy 2025-re a pedagógusok átlagfizetése eléri a diplomás átlagbér 80%-át. Szenior örömtánc találkozó zajlott a hétvégén Tamásiban. 21 településről érkeztek a nyugdíjas táncosok, hogy a nap folyamán számos új koreográfiát sajátítsanak el, a mozgással pedig tegyenek egészségük megőrzéséért. Vissza, hátul kereszt, tovább lép ki! A koreográfia lépéseit mutatja be a Tamási Szenior Örömtánc oktató a településre érkezett mozgást kedvelő nyugdíjas társainak. A település szakképző iskolájának sportcsarnoka megtelt. 21 településről, 9 oktatóval, 230 körül van a létszámunk. Ez abból az apropóból született meg bennem, hogy ezt a rendezvényt megcsinálom, hogy már volt alkalmunk arra, hogy egy nagyobb létszámú rendezvényen részt veszünk, és ez a korosztály nagyon szereti ezt az együttlétet, nagyon jól érzik magukat, együtt kikapcsolódnak, és én úgy látom, hogy nem lehet őket elhanyagolni, elhagyni. Ezért pedig a tamási oktató is igyekszik olyan rendezvényeket szervezni, ahol minél többen mozognak együtt. A nap folyamán a 9 oktató igyekezett jól megmozgatni a vállalkozó szellemű szépkorú generációt. A Szenior Örömtánc egyedülálló módon hozzájárul a demencia megelőzéséhez, és semmilyen más tevékenységről nem mondható el, hogy 76%-ban késlelteti az Alzheimer-kort. Ez a mozgás öröm és agytorna egyben. A nap során könnyebben elsajátítható koreográfiák és azok kerültek előtérbe, amelyekhez elengedhetetlen a nagyobb létszám. A szekszárdi csoport 28 fővel érkezett a tamási rendezvényre. Nagyon nagy élmény ez a tánc, mert több helyről jöttünk, azért vagyunk ilyen sokan, és mindenki már a saját városába begyakorolt ezeket a táncokat, de ilyen nagy közösségben még nem, és nagyon sok élmény, öröm, nagyon jó. A közel 4 órán át tartó rendezvény igazi felüdülésként szolgált a táncosok számára elmondásuk alapján. Regionális híreink következnek. Megújult a Vémindi katolikus templom, szentmisével ünnepeltek a helyiek. Elektronika, gépipar, informatika, Autománia, szakmai ismereti verseny a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Kerületi Szentgyörgy napot tartottak a cserkészek, a régió cserkész csapatai Pécsen találkoztak. Új tetőt kapott a katolikus templom Véménden. Szentmise keretében ünnepelték meg a helyiek a projekt zárását. A település nagyszámú német lakosságát szem előtt tartva német nyelvű istentisztelet is elhangzott. Az esemény résztvevői hangsúlyozták az identitás és a vallás fontosságát napjainkban.
felújították a Vémindi katolikus templom tetejét. A már több mint 10 éve folyamatban lévő projekt most zárult. A nagyszabású átadó ünnepségen a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is részt vett. Soltész Miklós hangsúlyozta az identitás és a vallás fontosságát napjainkban. Az a feladatunk, az a kötelességünk, hogy azok a népek, nemzetek, akik Kárpát-medencében élnek, így Magyarországon belül is élnek, azokat a hagyományokat, amelyek évszázadok az övék voltak, azt megtartsák és tovább vigyék. És nem csak a kultúra fontos, elengedhetetlen, nem csak a nyelv fontos, elengedhetetlen, de kiemelten fontos a hit és a vallás. Az ünnepségen és az azt követő szentmisén a térség országgyűlési képviselője is jelen volt. Hargitai János arról beszélt, mekkora szerepe van a hasonló beruházásoknak, a templomok rendben tartásának. Ennek szimbolikus jelentősége van egy olyan európai világban, amikor Nyugat-Európában Európa feladja az identitását, addig Közép-Európában és reményeim szerint Kelet-Európában pedig őrizzük mindazt, ami az európaiságunk, ami az európaiságunk fundamentuma, és ez gyakorlatilag a kereszténység és minden kereszténységhez kötődő kulturális identitás. A templomok pedig ezt szimbolizálják, ezért fontos ezeknek a templomoknak az őrzése és megújítása. Véminden jelentős a sváb lakosság, ezért a projekt megvalósításához a magyarországi németek országos önkormányzata is hozzájárult. Emellett a környező sváb településeken is segítettek hasonló beruházások finanszírozásában. A 10 legjobb csapat mérhette össze tudását az Autománia elnevezésű szakmaismereti versenyen. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett vetélkedőn általános iskolások vettek részt, akik az iparág számos területén megcsillogtathatták tehetségüket. Az Autománia szakmaismereti verseny döntőseit fogadta a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. A feladatok között szerepel gyújtógyertyacsere, lemezmérés vagy épp különböző méretű csavarok elhelyezése a megfelelő helyre. Már 5. éve szervezi a kamara ezt a megmérettetést. A cél minden alkalommal az, hogy az iparág lehető legtöbb szegmensét bemutassák az általános iskolásoknak. A 8. korukból még az emberek sok mindent nem tudnak, de reméljük, hogy itt azért valamennyiskét azért csak fognak észrevenni, hogy hogyan megy ez az autószerelő. Most már nem is autószerelő, hanem automechatronika és szerelőknek a felkészítése. Persze ez nem azt jelenti, hogy ezek autószerelők is lesznek mind. Ezek elindítottak egy projektet, ahol összeraktak egy szép kis munkát, amit elő volt nekik ére, egy markoló volt, és a 48-ból kellett kiválasztani. Nem volt könnyű, szóval elég ügyesek voltak a gyerekek. Elektronika, gépipar, informatika. Ezek mind megtalálhatók az autóiparban, ami szerte ágazóvá teszi ezt a mesterséget. Az autók iránt, a jövő iránt érdeklődőknek jó kiindulási alap lehet ez a szakma, hiszen a járműgyártás, a járműipar mindig előrehajtja a többi gazdasági ágazatot, mondta stábunknak Piacsek László. Nagyon fontos, hogy a munkaerőpiacon legyenek olyan felkészült szakemberek, akiknek van érzékük, műszaki érzékük, és szeretnék a kihívásokat. Nagyon fontos, hogy a járműipar átalakult az elmúlt években, és folyamatosan alakul. Ugye mi is halljuk ezt, hogy előtérbe került az elektronika, előtérbe kerül az informatika, a digitalizáció. Itt sokszoros, gyakorlatilag több más szakmához képest, itt még több változás van, és változás előtt állunk. És nagyon fontos, hogy minél több jól felkészült szakember legyen a munkaerőpiacon, akikre nagyon nagy szükség van most ezeknél a vállalkozásoknál, úgyhogy mindenkit bátorítunk. Nagyon sok területe van ennek a járműiparnak. A kamarai Autománia szakmaismereti versenyen első helyezést ért el a Tinódi Lantos Sebestyén általános iskola csapata, a 2. helyet a Pécs-Vasasi általános iskola diákjai szerezték meg, a 3. helyen pedig a Kökönyösi Gimnázium Gagarin általános iskolájának növendékei végeztek. Kerületi Szent György napot tartottak a cserkészek. Horvátországból is érkeztek résztvevők a 2 napos programra. A cserkészek védőszentjükről emlékeztek meg Pécsen, a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumában. A többnapos hétvégi eseménynek a város különböző pontjai is helyet biztosítottak. A program célja a régió cserkész csapatai közötti kapcsolatok erősítése, építése. 2 napon át vidám hangulatban telt a kerületi Szent György napi találkozó a 6. dél-dunántúli cserkészkerület rendezésében. Még a határon túlról is érkeztek cserkészek.
Drávószögi Árpád Ferdem cserkész csapatból érkeztünk Vörösmartról, és a szomszédos falukból is vannak cserkészeink, 60 személyes a csapatunk, viszont ide csak 15-en tudtunk jönni. Kis cserkészek is, cserkészek is, kószák is, sőt két vándor is. Valójában Horvátországban nem tudunk csatlakozni magyar cserkész csapathoz, úgyhogy nagyon örülünk, mikor egy ilyen rendezvényre meghívnak minket, és mi is részt tudunk venni. Mindegyik csapat maga nemében nagyon élvezi a programokat, és örülünk, hogy itt lehetünk. Fontos ez a rendezvény a cserkészek életében, hiszen ilyenkor Szent György védőszentjüket együtt ünneplik. Somogy, Tolna és Baranya vármegyéből is érkeztek cserkészek. Nagy rendezvénynek számít, hiszen 300-al jöttek össze. Ilyenkor megújítják cserkészfogadalmukat is. Minden cserkész letesz egy fogadalmat, aminek a tartalma lényegében az, hogy a cserkész törvényeket betartja, és úgy éli az életét egész életében. Tehát ez egy életforma tulajdonképpen. Tehát aki gyerekként, cserkészként kezdi el az életpályáját, az egész élet útján végig kíséri. És Szent György napján emlékezünk erre, a cserkész törvényekre fókuszálunk, azokat ismételten elismételjük, és ugyanazt a fogadalmat elmondjuk még egyszer, egy ünnepélyes keretek között. Délelőtti és délutáni programok egyaránt zajlottak a két napban. Részben a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumában, részben pedig Pécs belvárosában. A Barbakánban például rekeszmászás volt a feladat. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Több zsák szemetet szedtek össze, fiatalok csatlakoztak a Teszed akcióhoz Szekszárdon. Közel 50 mintát kóstoltak végig, idén is megtartotta hagyományos borversenyét a Szekszárd újvárosi Római Katolikus Társaskör. Népviselet napja, tánc, zene, élő hagyományok, kismányokon. Szenior örömtánc, Tolna, Baranya, Fejér vármegyék csoportjai együtt táncoltak Tamásiban. Szerdán keleten felhősebb, az ország többi részén döntően napos időre van kilátás, mérsékelt felhősödéssel. Az évszakos átlaghoz mérten még kissé hűvös idő ígérkezik, éjszaka nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de említést érdemlő csapadék nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!